Az Öveges József Kárpát-medencei fizika versenyről Lévainé Kovács Rózával, a Kovács Tehetségpont vezetőjével, a KIAMI tagintézmény vezető helyettessel beszélgettünk. Amint kiderült, a verseny még nemrég ért véget. Kovács Zoltán a kiskulcsosi tagintézmény volt nyolcadikosa, és a közelmúltban kapta meg Hubay Imrétől, a megyei közgyűlés elnökétől a legjobb megyei versenyzőnek járó díjat. Ez egy nagyon elhúzódó folyamat volt az előző tanévben, olyannyira, hogy még az elmúlt napokban ért véget egyesek számára a kiskulcsosi tagintézményből elballagott Kovács Zoltán. Most a közelmúltban kapta meg Hubay Imre elnök úrtól a díját az eredményes szerepléséért. Március 17-én lett volna a verseny második fordulója. Az iskolánkban ott voltak a feladatlapok, emléklapok, de 16-ától az iskolák átálltak a digitális oktatásra. Március 17-én lett volna az Öveges József fizika verseny második fordulója. Az iskolákban, a megyei helyszíneken, fővárosi négy intézményben ott voltak a feladatlapok, emléklapok, várták a 17-i fordulót, és 16-ától az iskolák átálltak digitális oktatásra. Innentől kezdve néhány hetes töprengés, hogy várjunk, halasszuk el, mit csináljunk. Végül is szerencsére, hogy mellettem áll egy olyan jó szakember gárda, akik azt mondták, hogy vállaljuk föl és szervezzük meg online ezt a versenyt. Feladatokat egy kicsit át kellett írni, és rövid idő alatt egy nagyon jó anyag jött össze. Ha már a második fordulót megszerveztük így, akkor lépjünk tovább, és az országos döntőt is, 82 versenyző jutott tovább, számukra is megszerveztük online módon. Ez azért érdekes, mert ennek a versenynek az egyik fontos eleme a kísérletezés. És természetesen nem akartunk nagyon eltérni az eredeti szisztémától, ezért volt kísérleti feladat is. Nagyon jó történetek keveredtek, szülők gratuláltak és köszönték, hogy ilyen jó feladatokat kaptak a gyerekek. Órákra lekötötte a gyermeküket a feladat, lefotózták magukat, csatolni kellett a megoldáshoz, hogy milyen körülmények között dolgoztak, hogyan oldották meg azt a feladatot, tehát élmény volt a gyerekek számára is, illetve nekünk is, amikor láttuk ezeket. Az eredményhirdetésre a fővédnők, országgyűlési képviselők, F. Kovács Sándor és dr. Fazekas Sándor, valamint Hubay Imre megyei elnök, továbbá Kron Norbert professzor, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat örökös elnöke kedves videóüzenetet küldött a gyermekek számára. A díjátadó szeptember 12-én volt Budapesten. Ha már ezt megcsináltuk a döntőt online, akkor álmodjunk nagyot, mondta az egyik szervező társam, és akkor jött az ötlet, hogy legyen egy virtuális díjkiosztó. Ehhez a virtuális díjkiosztókhoz támogatókat, fővédnökeinket kértem fel, hogy szerepeljenek, üzenjenek a versenyzőknek. Így kapott lehetőséget két országgyűlési képviselőnk, F. Kovács Sándor és Fazekas Sándor kormánybiztos úr. Ők is üzentek a gyerekeknek, továbbá a megyei közgyűlés elnöke Hubay Imre. És a versenyünk egyik rendszeres támogatója, Kron Norbert professzor úr is, aki az Eötvös Loránd Fizikai Társulatnak, mint rendezőszervnek az örökös elnöke, ő is egy nagyon kedves videóüzenetet küldött a gyerekek számára. Tényleg egy nagyon jó kis anyag kerekedett ki. A folytatás az volt, hogy szeptember 12-én Budapesten a Eötvös Loránd Tudományegyetemen egy rendezvény keretében vehették át a gyerekek a tényleges díjaikat, és utána, aki oda nem tudott elmenni, az meg a saját környezetében, például Zoli,
a közelmúltban itt Karcagon. Az idei verseny is kezdődik, az első forduló iskolai, szükség esetén a második és harmadik forduló most is online lesz. Az első forduló az mindig iskolai forduló, tehát a gyerekek a saját környezetükben, saját felkészítőik javítják, az eredményeket feltöltik a felületünkre, és akkor úgy dől el, hogy kik mennek tovább. Már a mostani kiírásba azt szerkesztettem be, hogy szükség esetén a második és a harmadik fordulót online módon, de vállaljuk. Kovács Zoltán a legeredményesebb megyei diák, a református gimnázium 9-es tanulója. Szorgalmas, ügyes, mondta róla egykori tanára. Amikor személyesen nem tudtak a versenyre készülni, rengeteg írásbeli feladatot kapott. Kovács Zoltán most már a református gimnázium 9-ese. Igazában ez egy nagyon, nagyon érdekes történet az övé, ő más területen akar tovább tanulni, de végül is matematika-fizika szakra került szeptemberre, és ennek nagyon örülök, mert szorgalmas, ügyes. Akkor, amikor személyesen nem tudtunk a versenyre készülni, rengeteg levélváltás, nagyon sok feladatot küldtem, tényleg százszámra oldotta meg a teszteket. Volt olyan, amikor írtam neki, hogy a körmozgásról nem küldöm, mert az következne most a én rendszerem szerint, de arról nem küldök, mert az nincs benne a tematikában. Azt mondta, hogy nem baj, küldjem majd, ő önállóan feldolgozza. És tényleg majdhogy nem hibátlan tesztet produkált abból is. Nagyon elszánt, eltökélt, tényleg le a kalappal. Nyáron kreatív fizikai táborban voltak, amelyen a Kovács Tagintézmény egykori diákja Agúcs László felajánlásából vehetett részt. Nyáron volt egy kreatív fizika táborban, már most ebben az évben másodjára, ahol megint olyan hatások, olyan élmények érték, ami befolyásolta a végleges döntését, és így került matematika-fizika szakra. Tavaly is, és ebben az évben is, ebben a kreatív fizika táborban a Kovács Tagintézményünk egykori diákjának, Agúcs Lászlónak a felajánlásából vehetett részt.